a konferenciához kapcsolódóan egy felmérést is készítettem. Hadd kérdezzem meg még egy gyorsan, ki az, aki kitöltötte ezt a felmérést? Látható többség, köszönjük szépen. És ebben az előadásban én tulajdonképpen erről a felmérésről szeretnék beszélni. Ott van. A felmérés egy kicsit olyan, mint ugye a túl ismert kórházi eset, ahol a betegek egyik fele lázas, a másik felé neki ülődni, ahol a vadna az átlagkülönbséget éppen jó. Tehát itt is valami hasonló lesz. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ezek a felmérések a tendenciákat jól mutatják. És ezek nem országos tendenciák, hanem itt a saját környezetünkben valók. Mértük azt is, hogy mely területről, tehát honnan töltötték ki az űrlapot, és gyakorlatilag még is ugye úgymond többségben. Mielőtt én még belevágnék ebbe az egész történetbe, egy játékra szeretnék hívni mindenkit. Egy percig fog tartani a játék, és két része lesz. Nem tudom, hogy jól lehet-e látni ezeket a számokat. Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy keresse meg az egyes számjegyet, aztán a 2-est, 3-as, 4-es, 5-ös, így tovább, és mindez 30 másodpercig fog tartani, most indul az óra, és azt fogjuk megnézni, hogy meddig jut el a társaság nagyjából. És már el fogom mondani ezt is, hogy ez miért van. Nem lesz most pihenni egy kicsit az állat. Jó, most van végre a fél perc. Ki az, aki 1 és 5 közt jutott el? Jó, 5 és 10 között. 10 és 15 között. 15-20. Jó, ezt már kevésbé, és akkor nem is mondom tovább. Következő lépésben most azt mondom, hogy legyen egy stratégiánk, és akkor elárulom a titkot. Az egyes személyed bőlmezőben van, 2-es abban, a 3-as itt, 4-es ott, majd az 5-ös itt, 6-os, 7-es, 8-as, és akkor ugyanígy most még egy fél percet nézzük meg, hogy meddig tudunk így ezzel az információval eljutni. És vége. Akkor gyorsan egy kérdés. Ki az, aki többet tudott összeszámolni, mint az első alkalommal? Gyakorlatilag mindenki. Akkor nézzük meg, ki az, aki ugye a másfélszer annyit, kétszer annyit, jó, háromszor, nagyjából. Jó, lehet nagyjából látni a kiraszol ez a játék, és gyakorlatilag az egész előadás e körül a téma körül fog folyni. Arról, hogyha van stratégiák, akkor jelentősen növekszik a hatékonyság. Miért? Mert először is magának a felmérésnek a célja az volt, hogy nézzük meg, hogy a célcsoportunk közösségi média aktivitására mi jellemző. A célcsoportban majd látni fogjuk az adatokat. Tulajdonképpen a civil társadalomból a többségben, közművelődés és a vállalkozói szféra is egy kicsit. Nézzük, vizsgáljuk meg, hogy melyek a legfontosabb akadályok, amelyek akadályozzák a közösségi média használatát, adott esetben rendszer használatát, és nézzük meg azt is, hogy a kérdőjévet kitöltők milyen mértékben ismernek és alkalmaznak eszközöket. Nyilván ez egy kiragadott sor volt, amiről ott nyilatkozni kellett,
de úgy gondolom, hogy nagyjából olyan eszközöket soroltam fel, amelyeket valóban sokan használnak. Nos, és ennek kapcsán ugye a cél az az is volt, hogy nézzük meg a célcsoport közösségi média aktivitását. Tehát ez a felmérés, ez úgy gondolom, hogy tényleg rólunk szól. Az akadályokat, milyen mértékben ismerik, és, igen, és milyen mértékű maga a tetrekészség is. Most itt lehet látni ezen az ábrán, tegnap még 198 válasz volt, mára fölmentünk 202-re, tehát nagyjából ez a mintavételi arány, lényeges adatok nem változtak. Tehát a közművelődés 30%-ban, az elvezetnek 53%-ban töltötték ki ezt a kérdőívet. Nagyon érdekes volt, itt közbeszólásként mondom, nagyon érdekes volt, hogy a megyei kulturális iroda jóvoltából kérdőívet megfuttattuk a megyei kulturális irodáknál is. Visszajöttek a kérdőívek, de ott megállt a folyamat. És én itt gondolkodtam el rögtön azon, hogy most gondoljuk végig, akik közművelődésben vannak, tudják, hogy miről beszélek, de a civil szervezetek is biztos vagyok benne, hogy tudják, hogy a közművelődésben van egy országos hálózat. Ez a közösségi média, amiről itt egész nap beszélünk, ez egy úgynevezett ilyen vírus hatás elven működik. Tehát én megosztom, a Klári is megosztja, a Kata is megosztja, az ő ismerése is, stb. Stb. Tehát maga a tartalom az jó minőségű, akkor nem mi szaladunk a tartalom után, hanem a jó minőségű tartalom megtalál minket. Tehát abban az esetben, hogyha felismernék már, hogy milyen eszköz van a kezünkben, akkor itt pillanatok alatt egy olyan országos lefedettséget tudnánk generálni, aminek nagyon kevés helyen van párja tekintve, hogy ilyenfajta hálózati rendszer kevéssé működik. És nagyon kevés kell hozzá, hogy ez megtörténjen. Nos, következő kérdés, van-e vagy nincs a szervezetnek honlapja 24-25%-nak a kitöltők közül. Később a felmérés végén vissza fog jönni ez az adat, majd emlékezzünk erre a részeredményre. Aztán folytatta a szervezet rendszeres kommunikációt az interneten a célcsoportjában, direkt volt ilyen általánosan megfogalmazva a kérdés. Én itt úgy gondolom, hogy az 54% most itt ebben a saját társaságunkban nem rossz eredmény, megmondom őszintén, én rosszabbra számítottam. Egy gondolatjelen azt értelmezem oda, hogy tapasztalat megosztás. Tehát itt ebben az esetben úgy gondolom, hogy nem képzéseket kéne tanítanunk, hanem olyan tapasztalat megosztó köröket, amikor egymást tanítjuk lényegében, mert itt Csabára utalok, aki ugye utalt arra, hogy amíg egy oktatási rendszeren végigmegy egy információ, az 10 év, holott, most, pillanatnyilag, fogalmunk nincs arról, hogy 10 év múlva milyen szakmák lesznek egyáltalán. Igaz? Tehát egy oktatási rendszer hogy képezzen olyan szakmákra, amelyek végre is léteznek? Tehát itt egy egészen más tudás elsajátítási stratégiát kell gyakorlatilag kialakítani. 35% néha, 9% nem folytat kommunikációt, de szeretne, tehát ez már a nyitottságra jellemző. Ide mind a kettőre a képzést írtam be, és 3% pedig nem szeretne, tehát nem célcsoport. Semmi baj nincs, hogyha valaki nem tartozik a célcsoportba, azokhoz kell az információt közvetítenünk, akik akarják azt az információt, amit nyújtani tudunk. Nos, számomra ez a kérdés és ez az ábra volt a legtanulságosabb, és az egész előadásom ebből indul ki, és ehhez tér vissza. Tehát melyek a legnagyobb akadályok, amelyek megakadályozzák a közösségi média használatát? 0% mondta a válaszadók esetében, hogy teljesen felesleges energiát tölni ebbe. Ez szerintem jó eredmény. 1% mondta azt, hogy nem látom értelmét, illetve azt, hogy a településünkben alig használja valaki. De ugyanis vannak még ilyen tévképzetek. Volt olyan itt az egyebekben, és megnevezett a választható egy település, és pont ez volt a lényege, hogy alig használja valaki. Hát akkor, amikor raktam össze az előadást, akkor gyorsan, ami a legjobb volt, Facebook hirdetések, ugye nagyon pontosan, ahogy Rihárd is mondta, nagyon pontosan lehet szegmentálni településre, stb. Kiválasztottam az adott települést, megnéztem a Wikipédiában, hogy hány fő lakik ott. Ott 5500 fős településről van szó, ahol 2600-an használják a Facebookot. Na most
De a képzetünkben az van benne, hogy a mi településünkön alig használja valaki. Tehát ez nem igaz. Na most, tehát, és akkor itt megyünk tovább. Három nagy szent tehenünk van, amiről azt hiszük, hogy igaz. Az első az, hogy nincs rá pénz. A második, hogy nincs rá idő, és ha megnézzük, akkor a nincs rá idő a legnagyobb. És a harmadik pedig, hogy nincs hozzáértő ember. Tehát ez a három, és egyébként, ha nem látom értelmét, teljesen felesleges, és a felesleges, amit használja valaki, ez jelentéktelen. Nos, ugye itt vannak az adatok, ami számomra nagyon elgondolkodható volt, és senkit nem szeretnék megbántani. Én úgy gondolom, hogy ezek kifogások. És végig fogjuk venni, hogy nagyjából miért kifogások. Minden esetre az egészen biztos, hogy egy kifogást keresni és találni mindig sokkal-sokkal egyszerűbb, mint akár az első lépést is megtenni egy cél megvalósítása érdekében. Nos, az egyik veszőparipám, akik többet használtak engem, azoknak ez a könyökükön jön ki, de ezt egészen, tehát kedves kollégák, megígérem nektek, ezt egészen addig fogom mondani, amíg találkozom még olyan üzenettel, amelyik nem a hatást többszörözi meg, hanem az időt. Mit értek ez alatt? Tehát amikor egy vagy kettő kattintással meg lehet valamit oldani, és ti rákényszerítetek engem arra, hogy én azt 10-15 kattintással oldjam meg, akkor nekem az időmet raboljátok, de nem csak az én időmet raboljátok, hanem a sajátokat is. Egy nagyon egyszerű példa erre, ez a rendezvény meghívó 1. Ugye, ez egy nagyon egyszerű példa, biztos, hogy mindenkinek a könyök éljen ki. Kapunk e-mailt, szövegtörzsbe semmi, mellékletbe külön dokumentumként a rendezvény, külön dokumentumként a jelentkezési lap, és számoljuk végig, mi történik. Megnyitom a levelet, megnyitom a meghívót közben, megvárom, amíg betölt a szövegszerkesztő. Megnyitom a jelentkezési lapot külön, kitöltöm a jelentkezési lapot, vannak olyan szervezetek is, amelyek eredeti aláírást is kérnek, tehát akkor kinyomtatom ezt a jelentkezési lapot, aláírom, beszkennelem, vagy postázom, vagy visszaküldöm, és gyakorlatilag eljutottunk egy 9-10 lépéses folyamathoz akkor, amikor ez gyakorlatilag 3-4 lépésből megoldható, és itt jön az egyik nagy szent tehenünk, a nincs idő kérdése. Gondoljuk végig azt, hogyha egy 2 perces feladatot felhúzasztunk 10 percre, lehet, hogy jelentéktelennek tűnik az idő, de ezt vetítsük végig a teljes munkaidőnkre. Meg négyszerezzük, ötszörözzük az adott tevékenységgel való időbeli szöszmötölést. Na most ebben az esetben ez nem pontos számítás alatt végződik, vagy tehát nem pontos a számítás, jól lenne egyszer ezt felmérni, hogy 8 óra munkaidőből mennyit dolgozunk hatékonyan. Mert ezekkel, az elavult módszerekkel nagyon lecsökken a hatékonyságunk, és gondoljuk végig, hogyha csak nagyon egyszerű eszközöket használva, ha csak 50%-es növelnénk a hatékonyságunkat, mennyivel több időnk lehetne. Házi feladat interjúk, nézemények egy munkanapját, ennyi időtől hatékony munkával. Na most, tehát ez volt a kérdés, ugye arra, hogy miért nincs időnk, miért nincs pénzünk. Nagyon sokszor azt is meg akarjuk vásárolni, ami ingyen van, azért, mert tudáshiányban szenvedünk. Ez is egy hiedelem, hogy azt hiszük, hogy nem tudjuk megtanulni. Nem tudunk megtanulni eszközöket. Félünk nagyon sokszor a tanulástól, és tanárként mondom, hogy nap mint nap találkozom azzal a helyzettel, hogy egyszerűen az iskolából hazott rossz beidegződéseket nem tudjuk levetkőzni. Tehát az iskola olyan mértékű gátlásokat nevelt elénk, hogy sokkal könnyebb azt mondani, hogy jaj, hogy tudom, mint hármat kattintani és megnézni, hogy mi történik akkor, és kitalálni, hogy hogyan működik egy szoftver. Gondoljunk arra, hogy itt most az előző előadásban is volt szó a mobil applikációkról, amik szoftverüzemeltetői tanfolyamok vannak, mobil applikáció felhasználói tanfolyamok nem nagyon vannak, mert annyira egyszerűek, de sokan mégis nehéznek tartják a használatát. Ugye megint egy hiedelem, amikor azt hiszük, hogy nincs idő, viszont ugyanakkor pedig az idő hiánynak, az ok
oka, az elsődleges oka szerintem az alacsony hatékonyság. Tehát ez egy olyan ördögi kör, amiből egyszerűen ki kell törni. Nincs szakember. Ez a nincs szakember, ez én úgy gondolom azt mondatja velünk, hogy kívülről várjuk a megoldást. Tehát azt várjuk, hogy majd valaki megcsinálja helyettünk, holott az alapokat mindannyiunknak meg kell tanulni. Miért? Mert vannak olyan összetettebb folyamatok, most a Richard előadására is gondolok. Tehát, hogyha egy olyan volumenű Facebook kampányt szeretnénk lebonyolítani, amit el felvázolt, akkor úgy gondolom, hogy ott már azért szakemberhez kell fordulni. Na de csak akkor tudjuk elmondani a szakembernek, hogy mit szeretnénk, hogyha egy nyelven beszélünk. Tehát nagyon sokszor találkozom én is olyan kéréssel, amin azon gondolkodom, hogy hogy mondjam el a kérés megfogalmazónak, hogy az értelmetlen. Tehát, mert nem egy nyelven beszélünk, tehát alapszinten úgy gondolom, hogy szakemberré kell váljunk, és ezt a fajta képzést, önképzést egyszerűen be kell építeni a mindennapjainkba. Nos, a közösségi média ismeret most jön a felmérésnek a pontos bemutatása. Rögtön egy jelvény akkor, amikor munkatársaink közt, meg a iroda munkatársai közt is összeraktam ezt a kérdőjét és körbe dobtam, akkor rögtön az a visszajelzés, hogy úristen, ebből ilyen rengeteget nem is ismertem. És ez nem baj, tehát ezt szeretném erősíteni. Az égvilágon semmi baj nincs ezzel. Azokat az eszközöket, alkalmazásokat használjuk, amelyek segítik a munkánkat. E-mail. 99% ismerés rendszeresen használja. Itt most végig sorolom ezeket a tételeket, hogyha elfelejtettük volna, mindegyiknél ugyanez lesz. Nem ismerem, nem is érdekel. Nem ismerem, de érdekel. Hallottam már róla, de nem használom. Ismerem és néha használom. Ismerem és rendszeresen használom. Tehát tulajdonképpen az első az erősítés. A második sor az már a nyitottság, tehát nem ismerem, de ha van róla információ, akkor örülök neki, tehát így nézzük. A harmadik, ez egy ilyen semleges dolog, hogy hallottam már róla, de nem használom. Tehát olyan nyitott is vagyok, nem is, tehát el vagyok. Itt már átmegyünk egy pozitív dologba, tehát abba, hogy ismerem és néha használom, és a rendszeresen használom. Tehát a célcsoportunk, akik válaszoltak, azok a e-mailt biztos, hogy ismerik és rendszeresen használják. A Facebookot lehet látni a sort. Tehát rendszeresen használjuk 70%, és itt is erősíteni szeretném azt az átpozícionálást, hogy igen, nagyon sokak számára a Facebook egy jó szórakozó felület, nekünk pedig munkafelület. Én emlékszem, hogy 2-3 évvel ezelőtt a munkatársaim ilyetlen kérdezték, hogy tudom, hogy is munkaidőben lehet Facebookozni. Hát mondtam, gyerekek, ez egy online marketing felület, tehát ez a munkaeszközötök. Nos, tehát ez egy nagyon jó PR kommunikációs felület, olyan, ami az érdeklődőket be tudja gyűjteni. Aztán feltettem egy ilyen kérdést, hogy bármilyen online ügyfélkezelő szoftvert használunk, én direkt nem akartam megnevezni, itt már lehet látni a szórást, hiszen gondoljuk abba vele, hogy akár civil szervezetként, akár vállalkozásként, akár közművelődési intézményként, azért van egy jelentős célcsoportunk, akikkel tudatos kommunikációt folytatunk, és nagyon nem mindegy, hogy tudjuk-e, hogy ki ez a partneri kör. Itt annyit értem, hogy az egyszerű táblától a CRM rendszerig bármi beleférhet. Lehet látni, hogy itt azért van keresni valónk a saját belső fejlődésünkbe, és miért lenne ez fontos? Mert hogyha ezeket a rendszereket használnak, akkor pontosan tudják, nem csak egyénileg, hanem csapatban is, mikor kivel mit beszélünk meg, melyik csoportba tartozik az adott személy. Tehát itt most nem fogok belemenni ilyen értékesítési kérdésekbe, de egy érdeklődő-e, vagy már olyan, akivel bármilyen fajta kapcsolatba kerülünk, visszajár hozzánk, vagy partnerünk, stb. Stb. Nos, a Google Plus közösségi portálról is volt már szó a mai nap, ugye ez ma már a második legnépszerűbb közösségi média felület, és én is osztom azt a véleményt, ami itt elhangzott már, hogy feltételezhetően egy olyan 2 éven belül minden esélye megvalóra, hogy beérje a Facebookot, és egy egészen más logika alapján szerveződve valami egészen más dolgot tudjon megvalósítani.
ami a mi szempontunkból most a legegyszerűbb dolog. Nincs benne reklám, munkafelületként nagyon jól használható. A Google folyamatosan beintegrálja a szolgáltatásait ebbe a felületbe. És itt az az érdekes, hogy nagyon sokszor elhangzik az a kritika, hogy de kevesen használják. Facebookot is egy 3-4 akár évvel ezelőtt jóval kevesebben használták, viszont ami nekem itt érdekes volt, hogy a válaszadók 41%-a ismeri és rendszeresen használja, ez engem pozitívan meglepett, ez sokkal nagyobb szám annál, mint amit így és rendszeres használóként tapasztalok, mert valószínűleg nem találtuk még meg egymást. De lehet látni, hogy maga a tendencia sokkal inkább a pozitív sávba tartozik. Tehát úgy gondolom, hogy az a fajta emelkedés, ami ez ugye Facebookra jellemző, tehát olyan, mint egy hosszú távfutó, hogy elindul, aztán szépen lassan lenyel minden, tehát úgy töretlenül emelkedik, az itt is látható. A Twitter nagyon érdekes, ugye középső sáv, hallottam már róla, de nem használom ezt. Csaba által elmondottakat erősíti meg Magyarországon, az én, tehát én is azt tapasztalom, hogy átlag felhasználói szinten nem tudott áttörést elérni. Google Drive. Ugye ez egy olyan felület, ahol mindenféle dokumentumot fel tudunk tölteni, és hogyha most az időbeosztásunknál tartunk, akkor én ezt mondtam magamnak, hogy ez egy nagy időmegtakarító eszköz tud lenni a közös munkájunkban. Itt szintén nagy a szórás, 28% azt mondja, hogy rendszeresen, 16 néha, 14% viszont elutasítja a használatát, azt mondja, hogy nem ismerem, de nem is érdekel. Tehát itt is úgy gondolom, hogy van lehetőség a továbblépésre. Ami a legegyszerűbb hatása most nagyon egyszerűen a egy saját magunknak, hogyha ilyen eszközöket használunk, akkor egyszerűen rendesz a dokumentumaink közt. Számos olyan szervezetet ismerek, ahol itt van egy kicsi szervezet is van, egy szobában 3-4-5 számítógép. És ha nem tudják az állományokat egységesen kezelni, akkor itt van dolgoznak egy projekten, és fogalmunk nincs, hogy az 5 számítógép közül az éppen aktuális utolsó dokumentum változat éppen hol történt, hol van. Miért lényeges ez? Mert ez a Google Dokumentum rendszer, ami a dokumentumokat összegyűjti, a dokumentumok, táblát, űrlapot, mindent le lehet tenni. Ennek a logikája egészen más, azt mondja, hogy a dokumentum van középen, az nem mozdul, és hozzá csatolja a felhasználónkat, tehát létrehozunk egy közös dokumentumot, amit megosztunk, és utána szépen rendezetten tudunk dolgozni. Google dokumentum is hasonló eloszlást mutat, tehát a legnagyobb sáv, ez a hallottam már róla, de nem használom válasz. A Google naptár, ez szintén ugye a másik nagy problémánk az idő volt, hogy nincs időnk semmire. A Google naptárt én az időgazdálkodás szempontjából emelem ki, nagyon jó időszervező eszköz tud lenni, ugyanazzal a logikával, amivel a több ilyen megosztott alkalmazás is, hogy egyszerűen meghívjuk egymást egy eseményre, bejelöljük, stb. És jól tudjuk használni. Ugye 30% használja rendszeresen, 22% alkalmanként, 9% az, aki elutasítja. És ami még egy jó dolog benne, hogy ha használjuk, akkor értesítést is küld nekünk e-mailen, felugróval, na most a levelező lista, a csoportok, a tapasztalatom szerint a súlya már csökkent éppen a közösségi média hatására, de szintén tapasztalatom szerint munkahelyi környezetben viszont még egy akár ilyen munkahelyi körüzenet küldésre, visszajelzésre, stb. Teljesen jól használható. Itt is a hallottam már róla, de nem használom választ a és akkor itt jön az online fizetési eszköz. A válaszadóink esetében én itt két eszközt emeltem ki, a Google-nek a pénztárcáját és a PayPal-t. És lehet látni, hogy nagyjából majdnem ugyanaz. Ez a Google, ez pedig a PayPal fizető eszköze. Egy kicsit többen használják, alig-alig használják, és annyit lehet látni, hogy egyrészt nagy az elutasító,
nyitottsága is, ugyanakkor van egy nyitottság is, tehát a második sor az a nem ismeretre érdekelnek a sora. És ez az én olvasatomban mindig arról szól, hogy itt térségünkben, köreinkben jelentős a bizalmatlanság az online vásárlások iránt, és ez vissza fog hatni egyébként az időgazdálkodásunkra is, és az egyéb ilyen megnevezett problémáinkra is. Ugyanis ugye a hatékony munkának az alapja az, hogy létre tudunk-e hozni online automatizált rendszereket. Például akár egy marketing folyamatban, akár egy értékesítési folyamatban, és ebben nagyon gyorsan eljöhet az az idő, amikor kulcskérdés lesz, hogy akár egy online fizetési lehetőséget be tudunk-e építeni a rendszerünkbe, de nyilván ezen csak akkor fogunk tudni elkezdeni gondolkodni, hogy első körben is nyitottak vagyunk ebbe az irányba, akinek okostelefon lapul a zsebébe, azok pedig nagy eséllyel előbb-utóbb bele fognak botlani a Google pénztárcájába, akkor, hogyha egy-egy fizetős applikációt akarnak megszerezni maguknak. Na most itt vannak az adatok, tehát a Google ugye 1%, a PayPal 6% használja, a Google pénztárcáját 29% nem ismeri és nem is érdekli, a PayPal ugyanis 23%. Itt az automatizálást, a folyamatok felgyorsítását és hatékonyságát emelném ki, amiben ha lépni tudunk, akkor az jó, ha nem tudunk lépni, akkor meg úgy gondolom, hogy hátrányba fogunk kerülni. De szóval, hogy mondjam, tehát én azt látom, hogy ezek a folyamatok, ezek most nem egy ilyen eldöntendő kérdés, hogy ez lesz-e, vagy nem lesz, de már ez van. Két megosztó alkalmazások. Volt szó arról, hogy akár Facebookon is, vagy más közösségi területeken is a kép az mennyire sokat jelent. Valóban, tehát itt a tartalom készítés kapcsán a képek dominanciáját kell emelni, és gyakorlatilag minden közösségi portál felület a magazinszerű hatás irányába megy, hiszen ez tudja azt a felhasználói élményt biztosítani, ami kell azokhoz az érzelmekhez, hogy ahogy láttuk az előző előadásban is, törődjön ennek az egésznek a használata. Hallott róla, de nem használja 33%. Na most itt nem emelem ki, de ugye akkor, hogyha ha használjuk, akkor nagyon egyszerűen fel tudjuk tölteni. Előző előadásban is láthatjuk járnál, hogy akár egy ilyen Google Plus alkalmazásnál például meg tudnánk azt tenni, hogy egy felületre berakjuk az összes olyan fotót, amit ezen a rendezvényen készült, és örülünk neki, mert ledokumentáltunk úgy egy rendezvényt, most megint időgazdálkodásról beszélek, ledokumentáltunk úgy egy rendezvényt, hogy külön-külön három percnél többet senki nem foglalkozott vele. Még ha felbérelünk egy fotóst, aki elkezd fotózni, ugye akkor az pénzbe kerül, majd utána ő letölti a képeket, föltölti egy másik felületre, optimalizálja, ezt csinál bele, azt csinál bele, rengeteg idő, pénz és energia. YouTube és a Vimeo videó megosztó portálok, tehát itt a YouTube, ott a Vimeo, azért hoztam, hogy ezt a kettőt, hogy nem csak egyet emeljünk ki. A YouTube-ot 57%, a Vimeo 31% használja, illetve tehát nem, tehát a YouTube-ot 57 plusz 31% használja, tehát ez az ismerem és néha használom, tehát a használat ezen 88% körül van, a Vimeo esetében ez jóval kevesebb. Miért lehet ez lényeges? Itt megint idő- és költséggazdálkodásról beszélek. Tegnap néztem meg, 2008-ban itt ezen a helyen volt Nemesi Zsoltnak egy előadása, fizikus csillagász és gyakorlatilag a gazdasági válságról tartott egy előadást. Most a YouTube-on tegnap 111.363 megtekintésnél tartott, ami úgy gondolom, hogy nyilván nem összemérhető a gazdaságával, de egy tudományos előadásnál ez nem rossz adat. Na most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy 2008-ban itt megtörtént egy előadás, ez az előadás felkerült erre a videó megosztó portálra, és ez az előadás, ez a mai napig dolgozik. Tehát ez a lényeg ennek. Tehát, hogyha adott esetben a rendezvényeinket, eseményeinket, bármit ledokumentálunk,
fölrakjuk, akkor gondoljuk a gondolat, hogy egy rendezvénynek nem akkor van vége, amikor elhangzik az utolsó előadás, akkor vége van az egyik szakasznak, és onnantól kezdve kezdődik a rendezvény életében egy másik szakasz, ami pedig már előkészíti a következő eseményt. Tehát ha mi ezt a mostani együttlétünket most így vizionálunk, tehát hogyha most azt szeretnénk, hogy ez jövőre adott esetben, ami egy országos konferenciának legyen, akkor annak az anyagnak, amit most elhangzott, innentől kezdve egy éven keresztül azért kell dolgozni, tehát ezeknek az előadásoknak, hogy jövőre ne itt a kápolnaterembe, hanem a nagyterembe férjünk be adik például. Tehát ezeknek a szolgókat éppen el lehet indulni. Most a Google AdSense ugye nagyon egyszerűen lefordítva mások hirdetése a mi honlapunkon. Tehát ha mi befogadjuk mások hirdetését, akkor mi történik? Megnézik a mi honlapunkat a látogatók, ugye a Google vezette be ezt a szöveg alapú hirdetést, kulcsszavak alapján szépen összerendeli ezeket a történeteket, a hirdetéseket, valaki rákattint a mi honlapunkon arra a Google hirdetésre, és ez nekünk pénzt jelent. Nem fog ebből meggazdagodni senki, nem lesz meg a megfizetése, de a honlapjának a éves fenntartási költsége adott esetben bőven meg lesz úgy, hogy gyakorlatilag semmiféle össze nem kell ebben neki befektetni, nem kell. Ha ezek a kattintások elérik a 100 dollárt, akkor Írországból szépen kapni fogja a cseréket, bemegy a lakossági folyószámla vezető bankjába, és ott jóváírják neki ezt az összeget. Nos, de itt is lehet látni, hogy itt nagyon érdekes, hogy a legnagyobb is áll, ez a nem ismerem, de érdekel. Tehát megvan a nyitottság rá, de lehet látni, hogy nagyon-nagyon kevésbé. A Google AdWords ugyanez, csak egészen más pont fordítva. Ez az a helyzet, amikor mi hirdetünk mások esetében. Ugyanaz most itt nagyon egyszerűen jellemző rá, ami ugye a Facebook esetén is nagyon költséghatékony. Tehát itt néhány ezer forintból nagyon pontosan célzottan el tudunk jutni a célcsoportunknak az érdeklődési körébe, de itt is lehet látni, hogy a rendszeres használók nagyon kevesen vannak. És akkor itt van egy kép arról, hogy mindannyian találkoztunk már egészen biztos ilyen hirdetésekkel, pirosan be van keretezve, hogy ez egy Google találati oldalon, hol jelenik meg. Most az online hirdetések jövőjéről, ugye most nemrégen néhány hónappal ezelőtt, ha jól van, volt az a hónap az Egyesült Államokban, amikor a Google hirdetésbevételei megelőzte az Egyesült Államok összes papír alapú médiájának összes hirdetésbevételeit. Tehát ez egy számomra úgy hirtelen elég sok kurú adat volt, a tendenciát eddig is lehetett látni, de innentől kezdve nagyon azt lehet látni, hogy ez biztos, hogy egy nem visszafordítható történet. A Google statisztikai rendszere. Miért fontos abban az esetben, hogyha honlapunk van, érdemes statisztikai adatokat, mert csak azokat a folyamatokat tudjuk javítani, amit mérni is tudunk. Vagyis adatokat tudunk gyűjteni a honlapunk látogatottságáról, és arról is, hogy mi történik a honlapunkon akkor, amikor a látogatók itt kattintgatnak, elemezhető válik ez a folyamat, és ami elemezhető, az utána javítható és tervezhető is. Lehet látni, hogy nagy az érdeklődés, tehát nem ismerem, de érdekel, ugyanakkor jelentős a nem ismerem, de nem is érdekel válasz is. Na most ez ahhoz képest, hogy a válaszadók 75%-ának van honlapja, ez egy elgondolkodható. Hát számomra a legérdekesebb, még izgalmasabb az, amikor úgy két-három adatot elkezdünk összehasonlítani, mert ebből látszódnak azok az ellentmondások, amik problémát jelentenek. És lehet, hogy ugye most, hogy egy minőségfejlesztésre gondolunk, akkor ezek azok a látás problémák, amire adott esetben a felhasználó lehet, hogy meg se fogalmazza magának, de mi már tudjuk, hogy hol lehetnek ezek a problémák. Ez a Google Alerts, ez egy nagyon egyszerű kulcsszófigyelő alkalmazás. Pofon egyszerű a használata, ennyit kell be google.com/alerts, tehát ennyi a történet. Itt is nagy az érdeklődés ebben az irányban, én azt kívánom mindenkinek próbálja ki. Beírja a megfelelő kis szöveg, körülten megadja az adott kulcsszót,
és szépen napi, vagy amilyen gyakran kéri, jelentést fog küldeni neki a Google a találatai alapján. Tehát például, ha valakit az érdekel, hogy az intézményéről mi a hír a világháról, akkor egészen biztos, hogy soha nem fogja megtalálni azokat a bugyrokat, hogy hol írnak éppen az intézményről. Igaz? Ha érjük a pulzusfigyelet és napi rendszerességgel kapjuk a jelentést, hogy Ancira nézek, például a népművészeti, nem azért csak, nem, tehát hogy például a népművészeti egyesületről hol, ki és mit írnak a rendszerre, mondhatnám a megyei könyvtárban is. Tehát ez egy ennyire egyszerű történet. Bármilyen RSS olvasó, ugye Kata említette az RSS olvasót, mert számomra nagyon, megint nagyon meglepő, nagy az érdeklődés, nagy az elutasítottság is. Egy nagyon egyszerű történet, hogy miért fontos. Az, aki úgy gondolja ma, de ez már évekkel ezelőtt is el lehet mondani, hogy ha majd mi elkezdjük begyűjteni a híreket, akkor ez jó lesz, akkor az tényleg, ez nem lesz jó. Soha, tehát hogy mondjam, olyan nagy információ özönben vagyunk, hogy egyszerűen megfordul a hírkeresési stratégia. Nem az a cél, hogy én utána menjek a híreknek, hanem az a cél, hogy az engem érdeklő hírek megtalálják engem. Na most ebben az esetben a tartalmat, tehát például ha én manuális eszközökkel szűröm az engem érdeklő tartalmat, nyilván van ebben ilyen is, de van egy előszűrés automatizmusra, akkor rengeteg időm, energiám elmegy. Viszont abban az esetben, hogy én kiválasztom azokat a hírcsatornákat, amelyek érdekelnek, és gondoskodom arról, hogy ezek a hírek szépen eljussanak hozzám, akkor az, ami már itt egy manuális hírszűrés, az már sokkal gyorsabb, pontosabb, hatékonyabb, és azt mondom, hogy ez az egyik nem csak az RSS olvasó, hanem ez a fajta metódus a kulcsa annak, hogy adott esetben mindannyian saját szakmánkban napra készen tudjuk lenni. Nos, ez ugyanaz. Bármilyen volt telefon. Ugye ez az internet alapú telefon. Na ez nagyon meglepett, mert a válaszadók nagy része azt mondja, hogy nem ismerem, de nem is érdekel. Miért? Érdekes ez. Nem régen jött be a telefonadó, ha jól tudom, akkor nagyjából olyan 2 forint per perc körüli áron bármikor telefonál, az pluszba fizet. Nos, hogyha az ilyen szolgáltatóknál körülnézünk, akkor találunk olyat is, ahol internet hálózat segítségével, itt nyilván fizetni kell azért a telefonálásért, 3 forint per perc díjért tudunk mobiltelefont hívni. Mennyi most az átlag mobil, tehát nem tudom, 20-30 forint körül van, nagyjából ez a tizedek. Ha már egyharmadot megtakarítunk, ugye ez megint arra a kérdés, hogy miért nincs pénzünk. Azért nincs pénzünk, mert olyan eszközöket használunk, amelyek drágák. Tulajdonképpen nem jelent nagy technikai problémát, körülbelül egy ilyen 5-10 perces kis képernyős videós mikro tanfolyamban meg lehet tanítani ennek a használatát, mert az előadás végén kitérek erre. Tehát ebben szeretnék bátorítani mindenkit. Google vagy más térkép használata kiemelkedő, ez az ismerem és rendszeresen használom. Képzelhetőnek tartom, hogy ugye tudjuk mindannyian, hogy mostanában vezette be a Google Street View Magyarországon is, tehát ez biztos, hogy úgy. Tehát ki az, aki megnézte a saját házát? Kész. Tehát ennyi. Na, de amit itt még szeretnék kiemelni, ugye útvonalat tervezhetünk, tematikus térképet hozhatunk létre, és adott esetben, hogyha nem saját magunknak, tehát hogyha ez most egy országos konferencia és nem megyei, akkor biztos, hogy elkészítjük ennek a rendezvénynek ezt a Google térképét is útvonaltervezővel. És ez mit jelent? Az, hogy az ide látogatóinknak mi már előre időt takarítunk meg. Mikor fogják a mi dolgainkat használni? Akkor, hogyha mi nem csak magunknak takarítunk meg időt, hanem a mi szervezési munkánkban arra is figyelünk, hogy az ő számunkra is megtakarítsunk időt. Google táblázat és űrlap. Azért nagyon érdekes, ugye itt megint egy jelentős rész azt mondja, hogy nem ismeri, mert ez a felmérés is egy ilyen űrlapon keresztül történt. De nagyjából egyenletes a szórás, ami számomra nagyjából azt jelenti, hogy használatban van, és
fejlődni és fejleszthető a használata. Érdekes lenne adott esetben ehhez hasonló ilyen méréseket érdemes megcsinálni, és akkor az elmozdulás tendenciát is tudnánk mérni. Ugye őrlappal létrehozhatunk jelentkezési lapokat, felméréseket, beágyazhatjuk dokumentumba, és ugye ezek a grafikonok, amik itt létrejöttek, tehát ilyen a lehető legkevesebbet akartam az adatfelméréssel vacakolni. Egyszerűen már amikor mindannyian megadtátok a válaszokat, akkor folyamatosan tudtuk követni ezeken a grafikonokon a válaszoknak az arányait. Vagyis jelentősen le tudjuk rövidíteni ezekkel az eszközökkel a munkafolyamatokat, partnerek ugye könnyen ki tudják tölteni, gyorsan, egyszerűen elemezhetünk adatokat. Skype és a Google Hangout szolgáltatása, tehát ez a videói átvitel. Azért a Skype-on lehet látni, hogy nagyjából ugyanaz a görbélye, mint a Facebooknak is, tehát ez most nagyjából visz minden. A Google-nek ugyanez a videokonferencia felülete jóval kevésbé elfogadott, és kevésbé ismert, viszont ezt megint szeretném mindenkinek ajánlani, mert adott esetben munkafelületként sokkal jobban lehet használni ezt a társadalmat. 10 főig egyrészt, tehát ilyen online videós csoportokat lehet létrehozni, illetve élő közvetítést is lehet adni, de most ez a konferencia is ezen az eszközön keresztül élőben közvetítve van, és amikor elmentünk bevédelni, akkor éppen 33-an a terem falain kívülről is követték az eseményeket. Az a 33 főzőjük jött össze, hogy ebben nulla kampány volt. Reggel még nem tudtuk, hogy a technikát össze tudjuk rakni, és amikor már az élőjel kiment, én akkor küldtem a kapcsolati körömbe egy üzenetet, hogy elindult a konferencia, Csaba már 5 perce beszélt, amikor kiment ez az üzenet, és akkor onnantól kezdve, ugye a húzó neveket ezért is érdemes berakni, meg sok minden másként is a rendezvényben, rögtön nézték az előadást. Nos, és ugyanakkor, tehát teljesen egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy a személyes élő kapcsolatok nagyon fontosak. Ugyanakkor, ha munkafelületként használjuk ezt az eszközt, akkor nagyon jól tud az jönni, megint idő és pénz megtakarítás, hogyha adott esetben egy ilyen videokonferencia vonalon otthon ülve fél óra alatt teljes értékű munkafelületen nem tudjuk beszélni a dolgainkat. Összefoglalva, ugye ezek kiragadott, de sokak által használt példák, tanuláshoz kevés idő kell, időt, pénzt takarítunk meg, és hogyha ezeket tudatosan használjuk, akkor a befektetett pénz és időmennyiség többszörösét tudjuk visszanyerni. Vagyis ez a három legfontosabb kifogás, hogy nincs pénz, nincs idő, nincs szakember, én úgy gondolom, hogy annyira nem igaz, mert ugye tanulással megtanulhatók az alapok, és ezek nem nagy tanfolyamok. De a végén mind akarok egy picit beszélni. Ingyenes eszközöket ingyen használjuk, és amikor fizetni kell, akkor meg jussunk el odáig, hogy tudjuk, hogy miért akarunk fizetni, és használjuk ezeket szakszerűen, mert ha abban a szakaszban lépünk be a fizető szakaszba, amikor már tudjuk, hogy hogyan működik, akkor megint nagyon költséghatékonyan tudjuk használni az eszközt. Tehát töredékre csökkentette az időelfordítást. Na itt van egy összegző tábla. Ez a mit szeretne elérni a közösségi média területén a következő évben, több választ is meg lehetett jelölni, végigmegyek az egészen. Azt mondja, 2% mondta azt, hogy minden jó úgy, ahogy van, semmit nem akarok változtatni. Ez az, hogy ez 2% szerintem jó úgy. Azt mondja, hogy utána 11% a következő, ez, a szervezeten belül el akarom indítani a közösségi média használatát, alatta a harmadik, legyen honlapunk, ez 6%. És akkor itt csatolok vissza az elejére, emlékeztem, hogy 24-25%-ban nincs honlapja, 6% akar, tehát 18% nem akar. Itt tartom. Aztán, ami a legtöbb volt, itt majd adatokat is tudok mutatni, igen, 18% mondja azt, ez volt a legtöbb, hogy azt szeretné, hogy a honlap látogatottsága folyamatosan növekedjen. Vagyis itt azt lehet érzékelni, hogy ha már egy szervezetnek van honlapja, akkor már egy részük eljut odáig, hogy az ne csak úgy legyen, hanem ha már van, akkor tegyünk.
valami. Viszont ehhez képest 10% szeretné mérni az eredményeket. Tehát úgy szeretnék a válaszadók növelni a honlap látogatottságát, hogy nem akarnak eredményt. Ez nem fog mérni. 10% akarja megtanulni az online marketing lépéseinek az alapjait. És 7% az online értékesítés. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy vagy nem ismerjük, vagy félünk, vagy kettő egyébként ettől a két fogalomból, hogy marketing és értékesítés. Gondoljatok abban bele, hogy az, hogy jelentkeztetek erre a rendezvényre, az is egy értékesítési folyamatnak a része volt. Mert megvettétek a részvételt. Nem pénzért, hanem azért, hogy eljöttetek. És úgy gondolom, hogy mérés és marketing nélkül ez a folyamat nem fog menni. Az aktivitás, ugye, ha már el akar valamit élni a célcsoport, akkor ki az, aki tenni akar érte, 6% nem akar tenni semmit, ez nyilván nem fog működni, és akkor itt ez már a vége az egésznek, ugye a kérdés, hogy ha tenni is akarsz érte, akkor elfogadsz-e tőlünk információkat, és ha elfogadsz, akkor milyen típusú? A legtöbb, a hírlevél, a szakmai írás, online tananyag. Ez milyen típusú információ? Ez az a típusú információ, ahol mi elküldjük az anyagot, a másik oldalon elolvassák, és nincs, vagy nagyon kevés az interakció, nem kell tenni semmit. Tehát ez egy passzív, befogadói állapot. Közösségi média szakmai csoportok végeztek legalul. Tehát Facebook 8, Google közösség 5, videókonferencia 4%. Ugye egy közösségi média felületen ott sokkal inkább válaszolni kell, interaktívnak kell lenni, tehát lehet figyelő státusz, de az kevésbé működik. Tehát ezen érdemes elgondolkodni, hogy ez így van. És az élő kapcsolat pedig, illetve az élő szakmai műhelyünk a 12%. Tehát itt látható ennek az alusztása. Ez az én olvasatomban annyit jelent, hogy ezek a válaszok egy bevonási folyamatot jeleznek. Első lépésben adjunk online olvasnivalót, ahol nincs vagy nagyon kevés az interakció, egyirányú a kommunikáció. Erre van most itt jelen a legnagyobb igény. Második lépésben teremtsünk élő kapcsolatokat, olyan, mint most ez is. És ezután, hogyha itt már ez a bizalmi kapcsolat felerősödik, akkor valószínű, akkor tudunk eljutni majd online kapcsolatig, ahol megint jóval hatékonyabbá tudjuk tenni ezt a tanulási folyamatot. Ha nincs szakember, akkor mit tudunk tenni, akkor legyen egy első lehetőség külső szakemberek bevonása, mint ez a konferencia is időben részbe kerül. Második lehetőség adott esetben szoktunk ebbe a témába képzéseket is hirdetni, most direkt nem akarok képzésről beszélni, hozzunk létre tanuló és vagy párbeszéd köröket, akár online felületen is, akár élőben is, ahol meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat, ezeket a tapasztalatokat tudjuk dokumentálni, fel tudjuk dolgozni, és publikálni tudjuk. Itt tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy időt, energiát akkor tudunk nyerni, hogyha ezeket a kis megoldásokat, nem csak technológiára gondolva, le tudjuk úgy redukálni, hogy 5-10 perces kicsi mikrotananyagokat hozzájuk közös erővel. Tehát én most ehhez szeretnék majd egyébként egy kis csapatot szervezni a közeljövőben, mert gondoljunk bele, hogyha ezeket a problémákat orvosolni akarjuk, akkor hogy lehet ezt megoldani? Hogyan tudunk időt nyerni? Úgy, hogy nem külön tanfolyamot hirdetünk, hanem adott esetben egy olyan eszközt nyújtunk, ami arról szól, hogy a munkaidőben is be lehet ágyazni azt a tanulási folyamatot, amire szükségünk van. Beleütközök egy problémába, megnézem a választ rá, és onnantól kezdve tudom is csinálni. Vagyis, hogyan tudunk időt nyerni, automatizált rendszereknek kell dolgozni, az egyszer befektetett munkának sokszor kell hasznosulni, tehát hogyha ezeket az anyagokat elkészítjük, akkor az éveken keresztül tudunk dolgozni. És ez a mostani negatív visszacsatolás, ez átfordítható pozitív visszacsatolásra. Ez szerintem kulcskérdés, mert most egy leépülési folyamatban vagyunk benne, a külső körülmények által okozott helyzetünk nem lesz rossz, és ebben az állandóan romló helyzetben kell egy önépítő folyamatot elindítani. Úgyhogy én ezzel szeretném zárni, köszönöm a figyelmet, ha érdeklődést felkeltettem, akkor
elérhető vagyok, és én még azt szeretném kérni a jelenlévőktől, és az előadóinktól is, hogyha tudnak maradni, akkor maradjatok, és úgy gondolom, hogy most is fel lehet tenni kérdéseket, hogyha bárkinek van, akár így nagy plénum előtt is, illetve akár személyes beszélgetésekre is. Köszönöm a figyelmet!